Sziasztok, hackerek! Ez itt a Bász vagy Hacksaw Stream 418. adása, és egy borzasztó izgalmas kísérletbe kezdünk. Ugye ez a stream ugye kimondottan a Debrecen Egyetemnek, az Informatika Karának az oktatását támogatja. Ugye az utóbbi pár hétben, vagy a négy hétben a csatorna elég sok szerepet vállalt ebbe, ugye kapóra jött, hogy van ebbe talán egy kis rutinunk, vagy legalábbis most próbáljuk megszerezni. De először akkor pár szót szólnék ugye itt az oktatásunkról. Ezt mi úgy neveztük, ugye kb. 2011 óta folyik ez a képzés, úgy nevezik, hogy UDPROG, ugye a Debrecen Egyetemnek a nevéből, hogy UDPROG, és alapvetően azt lehet róla tudni, hogy egy fontos feature-e, hogy nálunk bármit lehet használni. Sőt, aki mondjuk egy számonkérésre, vagy egy vizsgára, nem internetes számítógépen jön, hát konkrétan az írásbeli vizsga ugye az egy XOR titkosítással kódolt bináris állomány, ugye aki nem tudja megtörni, nyilván az nem is jut hozzá a vizsgához. Vagy mondjuk apidoxit nem éri el, nem tud fordítani, a mélyön nem benne ki. Most a lokális repóba is persze lehet installálni csomagokat, de ki tudja, mit fogunk kérdezni. Szóval, tehát a lényeg, hogy nálunk az internet számítógép az egy alapvető volt. A internet számítógépről a kommunikáció ugye alaptermészete a dolognak, tehát nyilván ezt nem lehet kiszűrni. Tehát gondoltok arra, hogy valaki mondjuk egy Google szemüveggel dolgozik, és azt mondja, a diopriásokat nem lehet róla levetetni. Tehát eleve így terveztük, hogy mivel internetes eszközöket használ mindenki, így ez teljesen természetes, meg a munkája során is használni fog. Ugye teljesen természetes, hogy a számunkérésnél is ezt alkalmazzuk, és a feladatok legyenek olyanok, ami kompatibilisek ezzel a módszerrel. Tehát ezt kell tudni, ami UDPROG-os képzésünk, hogy nagyjából erre épült föl minden, és mostanra oda fejlődött, vagy nem tudom, talán mondhatjuk úgy, hogy fejlődött, hogy a számonkérés alapja, ugye vannak ezek a klasszikus poénok, hogy tanulj meg programozni egy 6 hónap alatt, meg nem tudom, 20-valahány nap alatt, meg 7 nap alatt, meg 7 perc alatt, meg ugye kvantumadik a kutyáknak, vagy nem tudom micsoda, de a viccet félretéve a hallgatók ugye egy mérési jegyzőkönyvként rengeteg önálló feladatot kapnak, kisebb-nagyobbakat, hekkeléstől kezdve bevezető példáig, változatos platformokon, változatos nyelveken, változatos témákban, és ezeken otthon dolgoznak. És akkor ez gyakorlatilag, ezt egy könyvben fogják össze, ez a saját programozás tankönyvük lesz, tehát ők nem azt csinálják, hogy olvasnak egy ilyen könyvet, ők maguk írnak egy programozás tankönyvet maguknak, ugye ez a BHAX könyvnek nevezzük ezt, ugye így neveld a programozódat, ezek mind nyilvánosan a GitHub-ban levő repóban vannak, Docbook, XML-ben dolgozunk, stb. Tehát gyakorlatilag igyekszünk az informatikának a hagyományait, bár ez egy fiatal szakma, de nyilván már azt lehet mondani, hogy mondjuk egy informatikai szakszöveg a szülessen meg Docbook dokumentumként. Lényeg, hogy ebbe dolgoznak. Ugye itt nagyon precízen számon kérjük ugye az előrehaladást, ilyen heti jelentést csinálnak, de itt se kell megijedni, minimalizálni, ugye programozók vagyunk, agilisan látjuk a világot, már agilis módszert arra gondolok. Nyilván az előtérben ugye a tanulás és a forráskódok vannak, és nem az, hogy adminisztráljunk, tehát csak egy megosztott doksiban, ugye a Google Docs-ot használjuk erre, ott adminisztrálnak a hallgatók. Aztán mindig nagyon sokszor kértünk ugye ilyen YouTube videó bizonyítékokat, hogy elvégezte a munkát, lássunk valami élő képet. Ugye, és akkor a legtöbb fórumotól, amit itt próbáltunk, mikor egyszerre a 130-140 hallgató ugye aszinkron módon elkezd ugye posztolgatni a kis videó beágyazásait, stb. Ugye eddig minden fórumotól meghalt. Tehát szép lassan kialakult, hogy csak a Facebook, mert ugye Facebook, ugye mitől Facebook? A Facebook ugye abban volt nagyon jó, hogy sok felhasználó tud kezelni. És akkor nekünk ez a dolog vált be. Tehát akkor ugye ott tartunk, hogy az önadminisztrációra a Google Docs-ot használtuk, ugye aztán a napi kapcsolattartás a munkára, ugye a Facebookot, a Facebook zárt csoportunkat, az UDPROG csoportot, ahol talán megmaradnak a régebbiek, és ugye a 7-800 fő ugye mindig konstans ugye a létszám. Aztán nyilván forráskódokra itt is volt több próbálkozásunk ugye saját szervereken az egyetemen, de itt is ami bejött, ugye hosszabb távon ez a GitHub, GitLabos repókat csináljuk ugye. Itt is volt olyan, hogy volt közös repónk ugye, de ez is már deprecated, illetve ezt sem használjuk már, de volt amikor ugye 500-an kommitoltunk ugye egy ilyen repóba. Most ugye az ment, hogy mindenki dolgozik a saját könyvén, a saját repójával, de a lényeg, hogy itt is globális megoldásokat használunk, tehát gyakorlatilag a koronavírus miatti vészhelyzet ilyen értelemben nem ért minket váratlanul, talán még egy atomháborúnál is ezek a globális rendszerek működnének, úgyhogy ilyen értelemben talán nekünk így informatikusként, meg ugye eleve a kurzusunk így épült föl, könnyebb helyzetünk volt. De már ugye még a koronavírustól függetlenül ugye azt követeltük most meg minden hallgatótól,
Az e-sport órán kezdtem el ezt tavaly, ott még nagyobb volt az ellenállás, de idén már kevesebb volt ugye a múlt fél évben, és ott már mindenki természetesnek vette a fél év végé, hogy mobilról ő közvetít, és a narrája és a kamera is, hogy itt mondjuk a Google Play-en keresztül nyomta mondjuk a Clash Royale tornát ki a csatornájára. Jó, és akkor még a vírus előtti korszakban is úgy gondoltuk, hogy a minőségbiztosítás miatt ugye minden hallgató csinálja minden feladatról YouTube bizonyítékot, face camera narrációval. Na persze most ugye kicsit visszaléptünk, mert ugye olyan sok adminisztrációt kérnek a hallgatóktól is, hogy, de ezt most nem akarom itt elkezdeni mondani, hogy külön csatornánk, hogy ezt a hallgatókkal megbeszéltem, ugye meg ők ezt tudják, ezzel foglalkozunk, azért ez napirenden van. De nyilván, hogy még ezt is leegyszerűsítettük, csak hogy nem akarom most őket megzavarni, mert ugye, de esetleg pár szóban akkor összefoglalom, hogy feladatsokronként akkor elég egy videó, ugye a tankönyvetekbe, a saját könyvbe, a BHAX könyvbe ugye nem kell narrát és nem kell fészkamera, hanem az első-második védésnél kell narrát és fészkamera, de csak kettő, az én videómat reprodukáljátok, jó, kirakjátok a gyűjtőposztba, stb. Ott értékeljük. A lényeg, hogy ugye most megkaptuk hivatalosan ugye a tanulmányos vizsgaszabályzat módosítást, és abban szerepel ugye a 7-es paragrafusban egy olyan pont, hogy a proctoring rendszert kell alkalmaznunk, amikor a hallgatónak mondjuk a laborjegye kapcsán ugye exponálunk, vagy számunkérés megcsináljuk, audiovizuális kapcsolat kell, és meg kell győzni róla, hogy tényleg a hallgató önállóan dolgozott. Ugye nekünk azért könnyebb a helyzetünk, mert eddig is ugye a hallgatók dolgoztak, itt volt mondjuk a konkrét példánk ugye a ResolverHell. Nyilván installálni kellett ugye a Python-t, a Minecraft-ot, a nem tudom mit hozzá. A Minecraft úgy kellett, hogy a Malmö modon belül, tehát ez ne kevere senki, ugye ez egy a Microsoftnak ugye a Malmö projektje, a GitHub-ról lehet érni. De nyilván itt rengeteg gond jött. Tehát a legtöbb hallgató, ugye Facebookon van a kapcsolattartásunk, posztolja, hogy neki ez a problémája van, hogy az ember azért rákattint a hallgatóra, kicsit kattingat a képekbe, hogy megismerje. Főleg most ugye, hogy nincsen élő fizikai kapcsolat, most nyilván a Facebook ebben sokat segít, hogy legalább látjuk a hallgató fizimiskáját. De a lényeg, hogy a legtöbb hallgatóval kialakul egy olyan kapcsolat, egy ilyen szakmai kapcsolat, hogy tudjuk, mi a problémája. Tehát korán sem az a helyzet, hogy most látjuk először egy számon kérésbe, és akkor el kell döntenünk, hogy most ő csinálta, vagy nem ő csinálta. Ráadásul ugye feladatok olyanok, hogy eleve én szinte majdnem mindenre kiadtam egy megoldást, ugye. Sőt, olyan nincs is, aminek nincs például a megoldás, tehát nálunk ez alap feature, hogy egy óriások vállán állunk, ugye a feladatot meg kell érteni. Ez a nyílt közösség, ugye ezt tart az életben az open source eszmét, ugye, hogy én is nyíltan adom, de hozzá kell tennem valamit, ez benne a lényeg, hogy adjunk hozzá értéket. Na szóval, szumba szumárum, nekünk szerintem eddig is nagyon stabil volt ugye a számonkérési rendszerünk, és pont az adta meg a stabilitását, hogy rengeteg olyan dolgot bevezettünk, ugye ezek a globális eszközöknek a használata, ami azt próbálta firtatni, hogy a hallgató tényleg önállóan dolgozott-e. És akkor ez volt nálunk a védés fogalma, és ez zavar be ki itt most ugye a vizsgaszabályban levő védés szóval, mert ugye ugyanezt a proctoringos dolgot ott is védésnek hívják. Tehát ezt ne keverjük össze a mi védésünkkel, ezért is nevezném ezt a mostani kísérletet nem is védésnek, hanem ilyen BHAX interjúnak nevezném inkább. Tehát én ezt, mivel mi ugye használjuk a heti számon kérésben az önadminisztrációt. Használunk egy külön GitHub-on levő, nyilvánosan elérhető ugye PDF-et is, direkt kértem, hogy nem elegáns, tegyük fel, hogy tudjam könnyen ellenőrizni. Használunk ugye a globális ugye GitLab-on ugye tárolókat. A Facebookon ugye folyamatosan kommunikálunk, jönnek a problémák, nem működik, mit javítsak, hogy javítsam, kinek van megoldása erre. Jó, tehát emellett én úgy éreztem, hogy nekünk már egy fölösleges adminisztrációs teher még a proctoring rendszer, de nyilván azt is meg kell érteni, hogy máshol viszont az alap feature-nek kell legyen, mert ugye ahol nem ilyen eddig is így dolgoztak mink, azoknak ugye ez probléma lehet. Úgyhogy arra gondoltam, és a Facebookon ezt nyilván sokan olvastátok, hogy úgy felelnék meg ennek a ugye az előírásnak, a vizsgaszabályzat mostani ugye átmeneti szabályzásnak, hogy kidolgoznánk rá egy olyan rendszert, amivel tartalmi elemmé változtatnánk ezt az adminisztratív terhet végül is. És ezt úgy csinálnak meg, hogy amit most láttok, egy minimális setupot próbálunk beállítani, ezt neveztem ugye a Facebookon egy B megoldásnak, ami annyi lenne, hogy én nyomom ezt a streamet élőbe, én nyilván vállalom az arcomat, meg ugye a nevemet, meg nem tudom, ugye eleve nekem ez standard, és akkor itt ugye most erre a kísérletre, ugye Final Killer 9 jelentkezett, hogy ő szívesen részt venne ebbe. Ugye még a nevét se próbál rültetni itt, ugye csak a Twitch-es nick nevét használom. A lényeg, hogy ő most ugye előre megbeszélünk egy konkrét feladatot, amit ő szeretne bemutatni, mert a programozás ugye önkifejezés is. Tehát nyilván rengeteget dolgoztunk a fél évben, nagyon büszke vagyok a hallgatókra, ugye pompás eredményeket értek el, hát sose hittem volna, hogy a humán intelligenciát meghaladó világszámot gyűjtünk össze a ResolverHell-be, és hogy elszaladtak az eredmények. Tehát ugye
Tehát tényleg nagyon sokat dolgoztak a hallgatók, de a lényeg, hogy a hallgató tudja legjobban eldönteni, hogy mire a legbüszkébb, és itt a BH szinterjúgat azt értem, hogy nem a klasszikus stresszes számonkérés, hanem ez egy ünnepi alkalom. Amikor bemutatjuk, hogy nagyon sokat dolgoztam a fél évben, és akkor itt én programozok, az én gépemen így lőttem be, figyeljétek meg, milyen pöpecül megy, így használom, úgy használom, így megy. Tehát a lényeg, hogy ne egy ilyen belegabajodunk, magyarázzuk, tehát a védéseket ne keverjük ide, én ezt azért nevezem interjúnak, jó? Tehát a hallgatóval előre egyeztetjük a témát, otthon belövi a setupját, és csak azt demonstrálja, ami nem kell most atomfizikára gondolni, nyilván aki minimálisan meg akarja úszni, azt mondja, hogy akkor bemutatom, hogy nálam lefordul a BHAX könyv, ugye? Mert azok dobók XML 5.0-ás dokumentumok. Ha még valaki el akarja káprázatot nézni, akkor azt mondja, hogy de a DB LaTeX stíluslapok hibákosak, én megpecseltem, stb. És akkor itt nekem szépen rendben vannak itt a magyar nevek, meg mit tudom én. Tehát ott is lehet hackelni, abba is, de alapvetően az is elég, hogy bemutatja, hogy a saját gépén elkészül a saját könyve. Tökéletes, mert látjuk, hogy otthon dolgozott rajta. Jó, tehát ez lenne akkor a mai kísérletünk célja, hogy megnézzük, hogy ez egyáltalán működik-e. Ahogy mondtam, egy minimális setupot próbáltam, semmi Discord sincs benne, annyi, hogy én itt ugye magamat lenémítottam, nézem a stream alatt, nézem ugye a Final 99-nek a streamét, ahol ugye a hangot szépen felnyomom. Itt láthatok az OBS-be, akkor az asztal audiót felnyomtam, hallani fogjuk akkor a Final Killer 9-nek ugye, amit mond, ugye. És ennyi lesz akkor az ünnepi alkalom. Meglátjuk, hogy fog elsülni, nem titok, hogy ez már a második próbálkozásunk, de ugye ez belefér, talán még ugye Final Killer 9-nek van még annyi ereje, hogy még ezt nekifutunk, úgyhogy meglátjuk. Még annyit mondanék így előzetesen, hogy a másik verzió ugye, amikor azt csinálja, ezt megcsináljuk, hogyha a hallgató azt mondja, hogy szerint ez így korrekt volt, meg jó sikerült, meg úgy érzi, hogy mehet, akkor én ugye ezt az adást, ezt exportálom a YouTube-ra, és a YouTube-on akkor ott állandóan meg lesz, ugye, az permanensen tárolja, az előírásnak megfeleltünk. Sőt, ugye felülről majoráltuk, mert ugye ez azt jelenti, hogy globálisan csináltuk, elérhető, a másik 130 hallgató, vagy 150 hallgató kibírja nyitni, megbírja nézni, lebírja játszani voltból, ugye, hogy mi történt, akár még tanulhat is a másik hallgató beszámolójából. Jó, tehát ilyen értelemben ez egy tartalmi elemmé válik, és nem csak egy formális adminisztratív eszköz. Ennek lenne egy B-variánsa, amikor nem azt csinálnám, hogy streamelném, hanem csak fájba menteném itt a lokális gépemre. És akkor ugye így is megfelelünk a kiírásnak, mert akkor az oktatónak ugye előírták nekem, hogy nekem legyen meg a videófájlom erről az aktusról. Akkor ez is megvan. A harmadik de azért nyilván a globális bátorítanám, ugye, hogy legalább ilyen nicknével vállaljuk föl, és akkor mondom tartalmi jeleként. Mert hogyha az én gépemen van, ugye az nem lesz tartalmi jelen, mert senki nem fog látni. Maximum én egyszer megnézem, amikor csináljuk, és utána soha többet senki nem fog megnézni. Jó, tehát az ilyen értelemben ezt értem adminisztratív teher alatt. A harmadik pedig ugye a klasszikus, hát klasszikus, nem klasszikus, mert ilyen sem volt még, hanem annyi, hogy belépünk ugye a Teams-be, és a Teams-be akkor ugye 1v1-be nyomjuk a dolgot. Ez teljesen a klasszikus számunkérésnek a dolga lesz. Tehát még egyszer mondom, hogy ezt a B-variást, ezt én úgy gondolom, hogy itt adjuk azt a könnyebbséget, hogy önkifejezés, és egy ünnepi dolog. Nyilván a Teams-be, ugye, ha bemegyünk 1v1-be, akkor a hallgató monitorját én is látni fogom ott, meg a facecamját, és akkor kérdezek, hogy válaszol. Jó, tehát ez inkább ilyen klasszikus számunkérés jellegű lenne. Persze ezt nem ijeszgetni akartam, mert most úgyis picit minden lájtos, ebben minden pilot, minden csak egy ilyen prototípus kísérletként megy, hogy fog elsülni. De akkor talán már most is sokat beszéltem. A lényeg, hogy arra figyeljetek, hogy ez ne is egy ilyen iskolai aktus legyen, nyilván az, hanem inkább egy ilyen, erre próbáltam a címmel utalni, hogy BHAX interjú, hogy amire büszke voltam, ami nehézséget okozott, ami úgy érzem, hogy a többieket segítheti, vagy érdekes volt számukra. Jó, és akkor inkább azt demonstrálni, hogy nálam működik, belőttem, megoldottam, eleinte nehéz volt, de megfeleltem a feladatnak. Jó, tehát egy ilyen ünnepi gesztusként, ünnepi aktusként gondolom ezt, és nem egy ilyen klasszikus, hogy kérdezek, akkor most mi a válasz, nem jó, az miért nem ad vissza referenciát, stb. Tehát nem egy ilyen forráskód hekkelésre gondolok itt. Jó, akkor szerintem nagyjából ennyi volt, akkor most felkonferálnám akkor Final Killer 9-et. Nem tudom, hogy akkor itt megnézem magamnál, hogy vagytok-e, készen vagytok-e, figyelitek-e a dolgot. Megnézzük, hogy hanyan vagyunk. Ugye volt, ez egy tömeg, rengetegen vagyunk, ugye akkor átjövök ide a Final Killer 9 csatornára, és akkor kezdem itt figyelni, hogy mikor kezdi az adást. Akkor írom is neked, hogy figyeljük. Figyelünk. És egy kis biztatás, hogy hajrá. Majdnem helyesen írtam, de belefér.
És már indítja is, tökéletes. Hangot gyorsan felnyomjuk. Mindenkinek. Ugye ez az interjús videó lenne, és ugye azt szeretném, hát amire legbüszkébb vagyok, ugye, amit a barátommal megírtunk, Pythonos kód az RFH3-ra, ami döntős is lett végül, azt a programot ültettem át C++-ba, és ugye ezt is szeretném bemutatni, hogy szépen lefordul, és szépen le is lehet futtatni. És hálisan is sikerült ugyanazt a pipacs számot elérni, mint ami a Python kóddal volt, úgyhogy ez így ilyen téren sem siklott meg. És egy dolgot szeretnék bemutatni, ami, hogy azért legyen egy kis oktató jellege is a dolognak, hogy sokan kérdezték tőlem, miután kiraktam a videót arról, hogy sikerült C++-ba átírni a programot, hogy hogy kértem le a 3x3-as gridet. És akkor ugye az így lenne, hogy a for cikluson belül lényegében, és ugye itt van az implementálása. Szóval, hogyha valakinek ez segít, remélem, akkor így lehet lekérni. És akkor ugye figyelni kell arra, hogy azért a for cikluson belül legyünk, mert amúgy meg a lokális változókat nem látná. Szóval, igen, mondjuk, hogy belekattintottam egy picit, úgyhogy most reméljük nem lesz vele gond, de jó, most jön, jó. És akkor igazából ez a, erre, hát tényleg ez is egy egynapos munka volt, mire mindent rájöttünk, hogy rájöttem, hogy hogy kell, úgyhogy erre is azért büszke vagyok, de ugye sokan nem különbözik a Pythonos kódtól, csak ugye át van írva a C++-ba, és lényegében ennyi, úgyhogy nézzük, hogy izgatottan összeszedje ugyanazt a virágot, mert azért ugye szokott olyan lenni, hogy nem úgy fut le, ahogy kéne, de reméljük. Hál' Istennek a internet se zavar be, mert az elején volt egy kis probléma, de az megoldódott, úgyhogy... Hát igen. Nagyon jó megy szerintem. Mondjuk a hallgatók láthatjátok, hogy legtöbben itt dolgoztak a hatékonyság, ugye PIC 90-en lefelé néznek. Kérdések vannak-e? Én igyekeztem kérdezni, ja, de biztos az, fogod látni. Ja igen, tényleg arról is mondani akartam, arról is beszélni akartam, hogy a RFH4-re nagyon kíváncsi vagyok. Az a pálya szerintem nagyon jó lett, és nagyon tetszenek azok az ötletek, amik arra vannak, hogy ne csak az legyen, hogy itt a szélén van virág, meg egy magas izé, hanem ott tényleg már egy kicsit ilyen intelligensebb, szóval, hogy mindenfele lehet virág, meg zombik vannak, meg úgy az atmoszféra is kicsit jobb, hogyha azt nézzük, az a sötét atmoszféra, az nagyon tetszett, úgyhogy arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül megírni. Azt szerintem sokkal nehezebb lesz, mint még ez az RFH3-os, de ezen is szenvedtünk eleget, úgyhogy majd azt is megnézzük. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy másoknak is a kódjait, mert például most is, akik döntőbe kerültek ott is, az első kettő hely, még a harmadik hely is, ott az nagyon gratulálok nekik, szóval nem is tudom, hogy az hogy sikerült. Még max az, hogy gyorsabban mennek körbe, annyit vettem észre, de valahogy az tényleg még intelligensebb program, szóval azok nagyon gratulálok. És mondom, az RFH4-re leszek nagyon kíváncsi, az lesz a eddig legizgalmasabb szerintem. Erre kíváncsi vagyok. Rudolf? Hát igen. Mondjuk én is a Rudolfra szavaztam, igazából azt tűnt ilyen legáltalánosabbnak. Azt nem tudom, hogy esetleg még ugye mondtuk azt, hogy lassabban tölt be az XML fájl, mert ugye sokat kell betölteni. És a talán az, hogy a gold blokkok, ami a tető, az nem biztos, hogy mindegyikre szükség lenne, hanem csak ott a szélére. Mert csak ott az egy blokk szélessége lenne. Na hát akkor sikerült neki összeszedni, úgyhogy hál' Istennek akkor megvan. Jól szinten állt a programunk, szóval meg is lehet lőni. És hát igazából ennyit is szerettem volna bemutatni. Köszönöm a lehetőséget, és akkor további jó éjszakát, sziasztok! Nagyon köszönjük, szuper volt, szuper csúcs, szuper volt. Ez nagyon tetszett. Hát valami ilyesmire gondolok. Én úgy érzem, hogy ez a kísérlet szerintem nagyon jó sikerült, tehát nekem nagyon tetszik ez a beszámoló. Nyilván, ha még többen leszünk, akkor szerintem még fokozni fogja az izgalmát, hogy eleve sokkal leszünk. Szóval nagyon jó volt, nekem nagyon tetszik, én le vagyok nyűgözve, hogyha
Final Killer 9 azt mondja, hogy akkor ezt meg kiteltem a YouTube-ra, akkor nagyon szívesen kiteszem, mert szerintem csúcsos, sőt még a kollégának is szívesen tovább küldeném, hogy mi akkor csináltunk egy ilyen kis demo prototípus Béhax interjút, hogy akkor mit szólnak hozzá. Na, srácok, köszönöm a figyelmeteket, hát ez szerintem sikeres volt, és akkor remélem, hogy akkor ezek az interjúkkal ugye fogunk folyamatosan most jelentkezni, és akkor tudjuk így bonyolítani. De ahogy mondtam, aki úgy érzi, hogy neki talán ez még nagy pálya, ugye akkor lehetne az, hogy ennek egy variánsa, hogy csak fájba, persze az nyilván nem annyira közös. Hát én is nem éveztem, csúcs szuper volt. Tehát amikor fájba mentjük, nem lesz annyira izgalmas. Amikor meg a 10-be csináljuk, ugye az meg nyilván az meg egy 1v1-be, ugye azt meg senki nem látja. Jó, de a lényeg, hogy a hallgatók döntsenek, kinek mi tetszik. Én remélem, hogy sokan választjátok ezt a megoldást, mert szerintem ez egy előremutató dolog lehet. Na, srácok, akkor lejövök adásszintről, köszönöm a figyelmet, és akkor a többit megbeszéljük privátban. Nekem nagyon tetszett, le vagyok nyűgözve. Nagyon köszönöm Final Killer 9-nek, hogy segített, és hát ha ebből még egyszer egy oktatási cikket is tudunk írni, valamilyen didaktikait, hogy ezek a dolgok, ezeket hogy tudtuk így megoldani. Köszönöm a figyelmet, hekkerek, sziasztok!